ha már a válást említed, azt mondtad, hogy neked olyan 6-7 évedbe került az kikeverni. Az nagyon sok idő. Kinek? Hát, igen. Jövünk mindenfelől, én Szentesről, egy paternalista kultúrából. Szóval azért elválni szégyen. Szégyen? Igen. A vidéki embernek legalábbis az akkori eszemmel nekem is szégyen volt, mert úgy gondoltam, hogy az én családtagjaim, anyám, apám sokkal nehezebb anyagi körülmények között, sokkal nehezebb életben ki tudtak jönni, tartani egymás mellett. És ezt én kudarcként éltem meg. Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. Szentesen nőtt fel, a természet és az állatok közelében. A főiskola után a Víg Színházhoz szerződött, majd a Budapesti Katona József Színház és az Új Színház következett. Ezután a Nemzeti Színházhoz került, 2013-tól a székesfehérvári Vörös Marti Színház tagja. Legnépszerűbb filmes alakításai az Üvegtigris trilógiához, az Egy bolond százat csinál, a Csocsó és a Miniszter félrelép című filmekhez kötődnek. Volt felesége Bánság Ildikó, gyermekeik Gáspár Kata és Gáspár Gergely, testvére Gáspár Tibor, színész. Ő jön. A megszokottak szerint átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen fogalmak szerepelnek, valamennyi fogalom, talányos kifejezés, Gáspár Sándor életének meghatározó szereplőire, Gáspár Sándor korábbi idézetére, szerintem egy érdekes megközelítésére utal. Hát nagyon rejtjeles fogalmak szerepelnek ezen a papíron. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Felhők felett. Egyszer véget ér. A tuti helyett. Csak azért is. Muszájból. Bornírt kötelességtudat. Gazdálkodj okosan. Schuster a kaptafánál. Határkijelölés. A bőség zavara. Bújócska. Paradoxon. Mitől féltél? Nem tudhatom. Névsorolvasás. Úhatatlanul is. Képtelen vagyok. Jobb a békesség? És ezek közül megyünk majd végig, tetszés szerint, ami neked tetszik. Tehát te fogod kiválasztani, hogy melyikről beszéljünk. Hát már az első kettő nagyon tetszik. A felhők felett egyszer véget ér, a másik között lévő feszültség, ugye? Tehát akkor az egyszer véget ért helyett azt gondolom, hogy még a felhők felett, mint egy reményt azzal adó kezdjük. A címmel, igen, az elsővel. Az a Katona József Színházra utal, amivel kapcsolatban te azt mondtad, hogy így utólagosan bemered vallani magadnak, hogy egy kicsit úgy elszaladt veled a ló, amikor a Katona József Színház tagja voltál. Ez egy ilyen művészemberi gőg volt, hogy azért én egy vezető színház vezető arca vagyok? Hát igen, így kimondva borzasztó, mert az ember akkor azt feltételezi, hogy ha tényleg ez így volt, és így megfogalmazhatok, hogy a csodába csak később jöttem rá, akkor rendkívül ostobának kellett lennem, úgy látszik. De azért ez bonyolultabb, mert nem csak én voltam estem ebben a hibában, hanem sokunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi a 80-as évek közepén a Katona József Színházban valóban kivételes helyzetben voltunk, újjá alakult színház volt a Katona József Színház, új társulattal, új vezetéssel, új színészekkel, és ennek én is részese lehettem, és a figyelem központjában voltunk. Ami azt jelentette, hogy minden szakmai díjat szinte mi nyertünk, ha minden évben, ugye februárban volt a filmszemle, akkor mi előadás után azon a héten mindig mentünk ki a filmszemlére, mert valamelyikünknek a filmjét játszották, vagy több filmünket is játszották. Tehát így kell ezt elképzelni, hogy egy nagyon erős jó közösség voltunk, nagyon sikeresek voltunk, és innen jön az elemzése a nagy képűségnek, amire csak utólag jöttem rá, hogy azt vettem észre magamon, hogy ha találkoztam más kollégákkal, más színházból,
jött kollégákkal, akár a szinkronba, vagy akár forgatáson. Kicsit olyan megengedő voltam velük a beszélgetésben. Kicsit úgy elnéztem, hogy hát ők nem olyan jók, mint amilyenek mi vagyunk. Tehát ebből a jóságomból, ebből az empátiámból jöttem rá utoljára, hogy borzasztó nagyképű lehettem. Tehát biztos, hogy borzasztó nagyképű, ez a jó szó. Azért az én is. Én magamat látom borzasztó nagyképűnek így. Nyilván nagyon helyes és sármos voltam, tehát ezt nem mondták úgy rám, de bizony be kellett, hogy lássam, és erre akkor tudtam rájönni, amikor már nem ebben a helyzetben voltam, ami a katona által egy védettséget adott. Akár a figyelem központjában lenni olyan erővel, akár a díjazások, és a többi, és a többi. Bár nem paraszkodhatok, de ez a differencia rávilágított, felnyitotta a szememet, hogy igenis abban a helyzetemben én kicsit úgy megengedő, vagy leereszkedő volt. Most a borzasztót most tényleg ne is mondjuk. Így értem én ezt. De amikor mindez véget ér, akkor az ember rögtön kapcsol? Vagy el kell tenni egy hosszú időnek ahhoz, hogy vissza tudjon tekinteni tárgyilagosan, egykori magára? Hosszú időnek kell azért eltelnie, kell egy távolság, amíg erre az ember rájön, egy rálátás. Tehát a kivételezett helyzetben lenni, az embernek, amikor benne van, természetes. Ha picit kívülebb, távolabbról egy idő múltával visszanéz, rálát, akkor már meg lehet fogalmazni ezeket a önkritikus gondolatokat, amíg benne van, az ember addig nem látja ezt. Hiszen mindent elkövettem volna, mint normális ember, hogy ne legyek nagyképű. Sőt, szóltam volna a többieknek is, hogy ne nagyképűsködjünk. De Ez csak utólag esett le. De ez nem csak rád volt jellemző, hogy a társulat akkori vértezete ezt megengedte? Azt hiszem, hogy kicsit bennünk volt ez az elit tudat. Tehát bennünk volt az, hogy azért mi vagyunk a legjobbak. No, válasszunk akkor egy másikat. Azt mondtad, hogy jöjjön a következő? Tehát, hogy jöjjön. Az egyszer véget ér, és az egyszer véget ér az a stílus gyakorlatokra. Igen. Vonatkozik, mert hogy azt ti hányszor játszottátok? 600-szor vagy 700-szor? Közel 700-szor. Embertelen nagy szám. Szóval azért az tényleg egy nagy széria. Ha jól olvasok a sorok közt, és azért most földolgoztunk egy csomó veled készült interjút, ott az emberi viszonyrendszerek romlottak el hármatok közt, Bán János, Dörner György és közted? Hogy ez a végét jelentette? Így is mondhatnám, de természetesen az emberi viszonyrendszer az nem úgy romlik el, hogy egyik nap így keltem föl, és akkor már máshogy találkoztam velük, vagy máshogy láttam őket, hanem ez egy folyamat. És az emberi viszonylatrendszert meghatározza a szakmai kapcsolat, a szakmai viszony. És hogyha ennek a közel 700 szériás előadás sorozatnak úgy megnézem a kezdettől egészen a végig való útját, akkor bizony a mi változásaink azok nagyon befolyásoltak voltak a mi szakmai jelenünktől, akkori adottságainktól, amik visszahatottak nyilván a mi kettünk, hármunk kapcsolatára is. Tehát ahogy indult, és ahogy ez a közel 30 év alakult, ennek az lett az eredménye, hogy mivel mindannyian külön-külön próbálkoztunk más utakat is keresni, én is a katonából eljöttem, a Dörner Gyuri is elment máshova, más hatások értek, Bájanit is, ezáltal óhatatlanul elkezdett lötyögni az a nagyon erős szakmai emberi szövetség, ami ezt működtette, ezt az egész ügyet, ezt az egész előadást. Ugyanakkor azt mondtad, hogy ez már odáig fajult, hogy a végén szinte vállalhatatlan volt egyik másik előadás. Így van, igen. Hozzá kell, hogy tegyem, mindig sikeres volt. Tehát amikor úgy éreztük fönn a színpadon, hogy ez már nagyon kellemetlen. De azt hogy kell érteni, hogy kellemetlen? Hogy ha van egy elképzelésünk, ami nagyon működik, teszem azt, el is mondom, mire gondolok. Ha mi elindulunk egy előadással, és úgy kínáljuk ezt az előadást, hogy nem egyből bontjuk ki a dobozkát, és veszük elő a cukorkát, és betesszük a közönség szájába, hanem megmutatjuk,
majd eltesszük, aztán megint mutatunk valamit. Szép lassan fölvezetjük egy előadásra, amire nem számít. Ha már az elején a cukorkát kezükbe adjuk, vagy a szájukba tesszük, akkor elveszti a titkát, elveszti az igazi humorát, hanem lesz belőle egy harsányság. És a mi előadásunk sajnos beleesett ebbe a harsányságba. Mindhármatok részéről, vagy egyik másik részéről? Mindhármunk részéről, azt gondolom, nem lenne igazságos bárkit ez ügyben kiemelni, de azt hiszem, hogy egy színházi szakember, ha végignézni a hármunk útját, hogy ki kivel, hogyan, kikkel, hogyan dolgozott, akár színész kollégákkal, akár rendezőkkel, akkor nagyjából sejteni tudja, mert azok a hatások letagadhatatlanok, amik egy színészt érnek, pláne ha permanensen, folyamatosan dolgozik egy adott emberrel, stílussal, közeggel. Ti ezt kibeszéltétek valaha? Nem tudtuk kibeszélni, sajnos. De ez melyikőtökön volt? Voltak rá próbálkozások, még a rendezőt is behívtuk, hogy segítsen. Nem, azt hiszem, hogy a Gyuriba volt valami olyan zárkózottság, hogy képtelen volt erről a dologról egyáltalán beszélni is. Nem is vagytok most beszélő viszonyban? Nem. Tehát például, ha véletlen találkoznátok valahol, köszönésig jutnátok csak? Persze, az nem kérdés, persze. De tovább nem? Hát nincs miről. Olyan sok-sok dolog lett, hogy úgy mondjam, kiadva, amire én azt gondolhatom, vagy akár ő is azt gondolhatja, vagy Jani is a maga módján, mindannyiunk, hogy úgy éreztük, hogy valami ki lett árusítva, valami olcsósítva lett, és a közös egymás iránti szolidaritás még tovább tartott jóval, miközben már megtörténtek ezek a olcsó kiárusítások. És még mindig valami rutinból akár, vagy a barátságnak a vágyából kifolyólag, hogy mindig toltuk, mindig siker volt, és egyre távolabb kerültünk egymástól. Ezek azért nagyon érzékeny emberi és szakmai veszteségek. Mindenképpen. És olyan furcsa ez, hogy ez azért túlmutat hármunk kapcsolatán. Értem ez alatt, hogy kicsit le is lehet képezni a szakmai jelenünket, hogy az ember a képességével, szorgalmával hova, milyen utakat tud bejárni, mi az, amit már a képesség által nem tud akár bejárni, viszont a hübrisze működik, ahhoz milyen szeleket próbál kifogni, legyen az kapcsolati tőke, vagy politikai háttér. Tehát ezek nagyon-nagyon leképezhetőek ezen az egész stílus gyakorlaton. Azért a sorok közt, hogy mondjam, körvonalazódik a véleményed mindenről, tehát aki tud olvasni a sorok közt, azért kérdezi, hogy mire gondolsz, de azért a ti nagy szakító próbátok talán az új színházi kinevezése volt Dörnernek, nem? Az már ennek a következménye. Következménye hát volt. Hát természetesen, hogy az teljesen elfogadhatatlan volt számomra, hogy ennyi év után, ennyi közös történés után azt nekem a folyosón kell másoktól megtudnom, hogy az új színház igazgatóságára, vagy pontosabban Csurka Istvánnal ők pályáznak. Hogy reagáltál, mikor megtudtad ezt a folyosón? Hát nem akartam először elhinni. De annyira felfokozott időszak volt az, hogy már nagyon nehezen tudom visszaidézni, hogy konkrétan akkor mit, kivel, hogyan, mit beszéltem, mert természetesen ez egy nagyon nagyon felfokozott helyzet volt. Nem csak a színház száma, az egész szakma számára. És azért hozzá kell, hogy tegyem, külön furcsa volt számomra, hogy létezhet egy társulaton belül is olyan megosztottság, amit nem tételeztem föl, hogy a Csurka Pista, aki egyébként nekem régi ismerős volt, játszottam is színdarabjába, mondhatni jó viszonyban is voltam vele, nem jártunk össze, de tiszteltük kölcsönös egymást, hogy az ő színház csináló szándékai a Dörner Gyurival az számomra egy titkolt helyzet, és majd csak akkor tartozik rám, amikor eljött az idő. Ez teljesen felfoghatatlan volt számomra.
Te tulajdonképpen szakmaiatlannak, meg gagyinak is nevezted a szabályozat. Szó szerint igen, igen. Az is volt. Annyira előkészítetlen volt? Igen, igen, igen. Én szerintem ott ilyen ad-hoc jelleggel történtek a dolgok. Valami kellett, szerintem be volt ígérve egy másik színház is akár, az ott úgy nem jött össze, és akkor a legjobb helyszínnek ezt találták ki. Tisztázzátok ti ezt valaha, szerinted Dörnerrel? Nem hiszem, hogy... De hát igazából megmondom őszintén, nincs bennem különösebben hiányérzet ez ügyből kifolyólag, hogy mit tisztázunk, ezek tények, ezek megtörténtek. Csak arra gondol az ember így külső szemlélőként, hogy volt nagyon sok tartalmas és kitörölhetetlen évetek, és hogy az ilyet egyik-másik különbözőségetek ki tudja radírozni? Ki? Annál is inkább, mert ezek a döntések, ezek feltételeznek bizonyos folyamatokat. És azok a folyamatok, azok belénk égnek, azok távolságot tudnak teremteni. Más utak jöttek, karakteresen más utak, más szakmai megmérettetések. Máshol jött a visszajelzés, az önbizalom akár. Tehát így, mint egy olló, így szétváltak az utak, és most ezen lehet polemizálni, hogy jaj, de szomorú dolog ez, meg nem szép ez, meg hogyan kéne ezt talán visszacsinál, de nincs értelme, mert ezek komoly dolgok. A rendezők, a szakma megítélése, mint fiatal kezdőket nyilvánvalóan elkényeztetett bennünket, bizonyos esetben túl is értékelhettek, akár melyikünket így-úgy, és ebből lehettek téves következtetések, sértődöttségek, más útvállalások, és onnantól kezdve már ott vagyunk nyakig abban, hogy a hübrisz mit jelent, hogyan kell akkor ezt a dolgot kezelni, hogy én is vagyok valaki, nekem is jár egy színház, miért ne tudnám én, nem akkora dolog ez, mit kell ezt misztifikálni. Én meg azt gondolom, hogy igen, és nagyon fontos és nagy dolog, hogy valaki miért akar színházat csinálni. No, válasszunk akkor egy másik kifejezést. És szerintem nem menjünk így lineárisan, tehát bármelyikre bök rá kedved szerint. Na, igen, de most akkor lehet, hogy csak azért is megy. Bármelyik lehet persze, amelyik neked szimpatikus. Jó. Mehetünk sorba is, ahogy neked. Képtelen vagyok? A képtelen vagyok... Hát azt kérlek szépen, mintha erre rímelne, mert hogy azt mondtad, hogy te képtelen vagy behúzott farokkal létezni, amikor egy igazán komoly konfliktus helyzet áll elő színházon belül, és a te, hát nem is tudom, minek nevezem, morális értékrendeddel mindez szembe megy. Így van. Ez egy ilyen elvhűség? Vagy ez egy ilyen kiállás, vagy egy ilyen utánom? Tehát, hogy majd én kiálltom? Nem. Ez egy önös, saját dolog. Magamról van szó, magam miatt. Tehát most nem vagyok hős, nem gondolom azt, hogy egy közösség érdekében feltétlen kiállok, és nyilván szívesen, ha úgy alakul, de itt arról van szó, hogyha én úgy érzem, hogy nincs bizalom irántam, valamiféle muszájból, valamiféle parancs uralmi rendszerből kifolyólag bánnak velem, vagy olyasmiket próbálnak retorzióként felé megtenni, amiket nem érdemlek meg, akkor én tudok harcolni az igazamért, mert hogyha nem tudok harcolni az igazamért, behúzott farokkal kéne mindezt elviselnem, akkor meglátszik a munkámon. Nem tudok dolgozni. Akkor nem úgy működik az idegrendszerem. De milyen leszel akkor te? Hát nem tudom, mert hála Istennek ezt még soha nem tudtam. Elébe mész. Így van, igen. Sokszor észreveszem, próba közben, vagy régebben észrevettem, láttam, hogy bizonyos kollégákat, hála Istennek engem nem jellemző, de kiszúrnak rendezők. És gondolom, hogy ez nem csak a színházban van így, és akár szeretettel, tehát nem feltétlenül csak a abuzálás tényét akarom ezzel most megfogalmazni. Csupán szeretetből valakire rászállnak, és minden rajtuk csattan. De ez mondom a jobbik eset. A rosszabbik eset az, hogyha azt látja az ember, hogy nem viccről van szó. Veled volt ilyen?
olyan volt, hogy kollégámmal, mellettem, a partneremmel bánt így. Egy rendező. Egy rendező, és akkor én ezt szóvá tettem, és akkor megmondtam, hogy ha ezt nem fejezi be, akkor én nem jövök vissza a színpadra, úgyhogy most gondolkodjon el, és az ügyelő hívjon, hogyha meggondolta magát. Egy nálad fiatalabb vagy idősebb rendezőről? Idősebb volt. Kellett hozzá akkor bátorság? Nem kellett bátorság, hanem egyszerűen ahhoz kellett nagy önuralom, hogy most lehet, hogy furcsán fog hangzani, hogy ne tetlegességig folyoljon a dolog részemről. Annyira felháborító volt, ahogy egy kolléganőmmel bánt. Te indulatos ember vagy? Igyekszem az indulataimat kezelni, tehát meghasználni. A színpadon azért nagyon jól lehet az indulatot használni. Vannak életszakaszok, élethelyzetek, valószínűleg egészen más lehettem 30 éves koromban. Forró fejű voltál? Igen. Azt soha nem felejtem el, hogy amikor a Művész Színházat ott hagytam, amiben nagyon-nagyon-nagyon sok munkánk volt, akkor így utólag belegondolok, úgy érzem, hogy kicsit forró fejű voltam. Tehát olyan kitűnő, nagy, általam nagyra tartott kollégákat, mint az előbb említett Garas Dezső, Darvas Iván, Iglódi István, Svajda György, egy társulatülésen tetemre hívtam, hogy mondják már el, hogy fontos nekik az a színház, amit mi csinálni akarunk. És én a szent meggyőződésem volt, hogy muszáj vagyok ezt a felkérdezést megtenni, bármennyire is formabontó volt a helyzet, meg én kértem meg, hogy Törőcsik Mari összehívni egy társulatülést, színészgyűlést, akkor úgy érzeztem, hogy ha ilyen őrületes támadások között van ez a mi vállalásunk, ez a Művész Színház, akkor az létezhetetlen, hogy a társulaton belül ne legyen összhang. És én akkor úgy ítéltem meg, hogy nincs összhang, és én ezt szerettem volna tisztázni. Voltál 30-valahány éves. Szó szerint igen, és akkor én tetemre hívtam ezeket az óriási művészeket, akikkel együtt voltunk alapító tagok. És jött a Garas, és mondta, magyarázta neked, hogy mi az elképzelés? Az Iván azt mondta, hogy majd megiszunk egy kávét. Tehát gyakorlatilag ezzel le lett rendezve, és én akkor azt mondtam, hogy ha ez így van, akkor ezt én itt nem tudom tovább csinálni. Miért is kezdtem ezt elmesélni, vagy miért is meséltem el? Hogy utólag később jöttem rá, hogy itt forró fejű voltam. És nem tudtam elképzelni, hogy az ő egymás közötti játékaikban ők játszanak. Én komolyan vettem a játékot. Mit értesz játékkal? Az például, hogyha egymást minősítik, hogy azt nem kell komolyan venni. Egymás háta mögött? Akár egymás háta mögött, de egymással szemben. Tehát szembesülnöm kellett azzal, hogy egy generáció, és senkit nem akarok megbántani, ezekkel a dolgokkal játékosabban bánt. Szabadabban mondtak föl. Aztán mondták, hogy csak vicc volt, visszavontam. Tehát ezekkel, én ezekkel nem tudok. Te véresen komolyan vetted azt, amit láttál így és van, hallottam. Igen. Tehát csak mondok egy példát, hogy soha nem is értettem, amikor X kollégám meséli nevetve, hogy hát igen, ő fölmondott 15-ször. Mondom, hát hogy tudsz 15-ször fölmondani? Hát vagy fölmondasz egyszer és csókolom. Tehát én ezt már nem tudtam, és közben meg be kell, hogy lássam, azért bonyolultabb a színházvilág annál, mint hogy feketén-fehérjen hirtelenjében. Csak én ezt így érzékeltem, és gyanítom, hogy a mai napig megmaradtam ezen az úton. És ugye onnan kezdtük, hogy azt mondod, hogyha valami olyan értéged társulaton belül a színház vezetése részéről, ami számodra tolerálhatatlan, akkor te lépsz. Ilyen volt mondjuk az Új Színház, gondolom ott az igazgatóváltás, igen. A Nemzeti,
Így van. Tehát amikor Alföldit leváltották, és jött Vidnyánszky, ott mi volt a baj? Nem váltották le az Alföldit, lejárt a szerződése. Bocsánat, így van, lejárt a pályázata, és akkor az új pályázatot már Vidnyánszky Attila nyert. Így pontos, bocsánatot kérek, így van. Én akkor, amikor megtudtam, hogy az Attila pályázni fog, akkor társulaton belül is, ez nem volt titok, én örömmel fogadtam, hiszen nagyon sokat dolgoztam Attilával, és nagyon szerettem és tiszteltem őt, mondhatni barátok voltunk, és én abban reménykedtem, hogy egy olyan színház fog történni, ahol az Alföldi és a Vidnyánszky együtt fognak dolgozni, és a jó előadások tovább is mehetnek, és bármi lehet. Én akkor döbbentem meg, amikor megjelent először Attila, összehívott egy színész gyűlést, megöleltük, mentünk, megpuszítottuk egymást, majd aztán láttam, hogy kiket állított föl maga mögé, mint stábot. És aztán a négy szem közti találkozónk alkalmával mondtam is neki, hát olyan stábot állítottál föl, akiktől gyakorlatilag én, ha csak tehettem, távol tartottam magamat az elmúlt évtizedekben ezen a pályán. Stáb alatt mire gondolsz? Hát, tanácsadókról beszélek. Ezek most, bocsánat, nem akarok neveket mondani. Nyilván, értem. Te tanácsadók elsősorban, mert emlékeim szerint ők, mintha ketten indultak volna neki, aztán Eperjes egy fél év után. Persze, persze. De tehát azért, ha belegondolsz, az is egy nonsens, hogy az új színházról az előbb beszéltünk az ottani igazgató váltással kapcsolatban, amiben Szamóca, Eperjes Károly elég nagy szerepet játszott. Sőt, hát ő azért elég nagy szerepet szokott játszani, főleg a vidéki színház igazgató kinevezésében, de ugye nyilván nemzeti színházban is, akár Vidnyánszkyt illetően. Tehát én nekem azért már elég erőteljesen megvolt a véleményem az ő színház csinálási ambícióiról, amit el is mondtam neki. Tehát itt most nevén neveztem őt, akiről egyébként csak annyit fontos, hogy elmondjak, számomra döbbenet az egész életútja, egy páratlan első 20 év ezen a pályán olyan filmekkel, hogy legalább egy 6-8 világszint, és hogy látva, hogy ezek az őrületes ambíciók, vagy pontosabban ezek az őrületes energiák át konvertálódnak egy másfajta megközelítésbe a színháznak, vagy a művészetnek egy másfajta képviseletébe, amit úgy hívnak, hogy színház, kvázi csinálás, igazgatógyártás, helyzetek lebonyolítása, mindezt annak érdekében, hogy jobb legyen a magyar színházi élet, segíteni azt a kultúrpolitikát, ami ezt elvárja. Szóval azért mondom, hogy neki nehéz róla úgy beszélnem, hogy ezt a kettőséget nem mondjam el, mert félreérthető lennék, vagy az jöhet neki véleményként rólam, hogy lám-lám, milyen tiszteletlen vagyok egy emberrel, vagy az jön neki, hogy lám-lám, milyen pontosan látja, hogy az nem normális. Egyik se igaz, viszont mind a kettő. Ezt például Eperjessel ti megbeszéltétek? Mert hogy ti azért, Eperjes beszélt rólad úgy, hogy barátok vagytok. Bocsánat, a barátság, de komoly kifejezések a barát. Nem vagyunk barátok. Eperjes Károlynak én úgy látom, nagyon kevés barátja van. Ő sokat beszél a barátságról, meg engem is sokszor megemlít, de én szerintem ő egy magányos ember, egy magának való ember. Ő egy zárkózott ember. Neki nincsenek barátai. Szeretné, biztos vagyok benne, őszintén. De egy más alkat. De hogy az a kivételes alkotói energia, amit őt jellemezte a pályája első felében, hogy az ambícióiban megmaradt, de már tartalmában egészen mást jelent, az már kicsit elgondolkodtató. Hogy ez a rendkívül tiszteletre méltó pálya odáig tud eljutni, hogy a szakma fél. Személy szerint tőle. Azért ez ijesztő. Mitől fél? Hát attól, hogy az ő
színház csinálói, igazgató csinálói, kinevezés szervezői háttér munkája, pláne azzal a befolyással, amit róla tudnak, politikai értelemben, az bárkit helyzetbe, illetve helyzeten kívülre hozhat. Tudsz is ezekre példákat? Hát minden példa, ha csak körbenézel, az is példa, ahogy a vidéki színház igazgatók nagy részét annak idején kinevezték. Vagy az is példa, hogy a mostani magyar színházas helyzet. Nem akarok igazságtalannak tűnni, csak egyszerűen azért mondtam ezt most el, hogy igenis lehet látni, hogy egy nagyon nagy formátumú ember, egy kivételes adottságokkal született ember hogyan tudja elveszíteni a szakmához alapvetően az alkotói közét. Ez mi múlik szerinted? Nem tudom. Az ő esetében azt hiszem, hogy egy önvédelem. Egy önvédelem, mert olyan energiákkal, olyan hihetetlen odaadással dolgozott, hogy szerintem megijedt, hogy el fog égni. Egyszerűen fontosabb volt számára a biztonság, és akkor átmenni a másik oldalra. Másik oldal alatt mit értesz? Azt értem, hogy nem a színész oldalán, hanem tehát nem a csináló, hanem a megmondó oldalára. Aki adja az instrukciókat, és nem az, aki kapja az instrukciókat. Ő tudja azt, hogy te mit gondolsz róla manapság? Tudja, igen. De ezt nyilatkozatokból tudta meg, vagy vagytok olyan viszonyban, hogyha találkoztam? Nem, én vele akkor leültem beszélni, és ezt elmondtam neki. Ez a Nemzeti Színház idején volt, amikor eljöttél? Mert nagyon közel volt a kettő egymáshoz, az új színházas és a Nemzeti Színházas. De meg kell, hogy mondjam, nagyon... becsülöm benne, hogy nem sértődött meg, sőt, most a múlt héten jött Székesfehérvárra, megnéz egy előadást, amiben játszottam, és amire viszont büszke vagyok, hogy az SZFE ügyben akkor hallgatott rám. Mit mondtál neki, mit tanácsoltál? Azt mondtam neki, hogy ne akart te elvinni a balhét SZFE ügyben mások helyett. És ezt azt hiszem, hogy okosan megfogadta, hozzá kell, hogy tegyem. És lehet, hogy a műsorhoz, vagy a tematikájába, de hát aztán talán belefér, hogy ennek van egy előzménye, hogy ezelőtt nagyon-nagyon régen Sopronban szerepeltünk egy kétszemélyes darabbal, a Striptease-zel, Szamócával, és visszafele jövet megálltunk Hegykőn a szüleinél. És ott édesanyja ebéddel várt, nagyon helyesek voltak, és aztán, amikor indultunk volna vissza, a édesanyja pakolta karcsikának a csomagot, a pakkot, és az édesapja kijött velem az udvarra. És akkor nekem azt mondta Karcsi bácsi, akit ismertünk már főiskolás korunk óta, egy fantasztikus, szeretnivaló ember volt. Mindenütt ott volt, filmszemlé, mindenütt egy igazi pörgős. Hát tőle örökölte a fia is ezt a kivételes pörgést. És akkor odajött hozzám, könnyes szemmel azt mondta nekem, nem voltunk 40 évesek, ilyen 35 körül, hogy Sanyikám, vigyázz Karcsikára. Ez milyen szép. Igen. És mit mondtál rá? Mosolyogtam. Azt mondom, hogy persze. És vigyáztál rá utána? Én azt gondolom, hogy igen. Csak hogy varjuk el azt a fél mondatot, azt mondod, hogy ne vigye el, nem politizálunk ezzel az egy mondattal el is intézzük, hogy ne vigye el az SZFE balhét ő. Arra igen. Gondolsz, hogy ne kössék hozzá ezt az ügyet, ne exponálja magát, hanem húzódjon háttérbe. Erre gondoltál? Így van, igen. Annál is inkább tudtam, hogy elég egy kevésbé pontos megnyilatkozása, és akkor célponttá válhat. Ez azért is volt fontos nekem, hogy neki elmondjam, mert én pontosan tudom, hogy mennyire szerette a színművészetét, ahova jártunk, és hogy mennyire szerette azokat a tanárokat,
akik aztán később rendezői is lettek. Tehát pont előtte volt egy, azt hiszem 150 éves a színművészeti, és akkor megjelent ilyen interjú csokorban, többek között vele is egy interjú, és hát hihetetlen csodálattal beszélt a főiskola oktatásáról, és szelleméről, és hangulatáról. És amikor magánbeszélgetésben rákérdezel arra, hogy vajon akkor a nyilvánosságban miért kap másfajta vélemény szerepet részéről, például a főiskoláról, akkor arra mi a válasz? Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, ismerned kell, vagy tudnod kellene az ő alkatát. Tehát őt semmiképpen sem lehet betenni egy dobozba, egy normál csomagolásba. Ő egy egészen kivételes. Nyilván megköszönhette azt a hatalmas életművet, amit nagyon fiatalon már megtett és lerakott. Tehát nála én szerintem ő csapong, mint egy kamasz. Ő csapong. Nagyon komolyan veszik, nagyon sok komoly ember komolyan veszi. És ebben a csapongásban szerintem ő nem nagyon hallgat már senkire. Ő csapong. A legjobb indulattal csapong. Az ország ügyében csapong. A katolikusok ügyében csapong. Mindenfele csapong. No, de vissza oda, hogy azt mondod, elkalandoztunk sokfelé, de nem bánom egyáltalán, nagyon érdekes volt ez a kitekintés, hogy a Nemzeti Színházban te azt mondtad Vidnyánszky Attilának, hogy veled egyébként boldogan, de ez a tanácsadói kör, vagy az az apparátus, amit te hoztál, az neked nem fér bele. Megijesztett az a felismerés, hogy Attila, akit egy öntörvényi szuverén személyiségnek tartottam, és alkotóembernek, hogyan készül erre az egész igazgatásra, mint egy hatalom átvételre. Akkor már ugye tudva levő volt, hogy a teátrumi társaság számszerűségében hihetetlenül gyarapszik. Senki nem tudta, hogy mi a célja. És ez, ennek a felismerése volt az, amikor azt mondtam, hogy na, hát én nekem itt nem lehet dolgom. Az létezhetetlen, hogy asszisztálj, vagy főszerepet játszak egy olyan helyzetben, ami a szemem láttára szakítja ketté például a szakmát. Soha nem gondoltam volna, hogy idáig el lehet jutni. És természetesen nem vonom kétségbe a jó szándékot, meg akár a szakmai tudást az ő esetében, de az biztos, hogy az elfogadhatatlan, hogy ennyire ketté van tépve a szakmánk. És ez ebben neki nagyon komoly szerepe van. Elfogadta az érvelésed, hogy te innen mész? Hát elfogadta persze, hát nem volt lehetősége más tenni. Nézd, ezek olyan személyes beszélgetések, hogy ennél mélyebbre már nem akarok menni. Teljesen világos. Itt a mikrofon előtt. Meglepődött, azt hiszem, hogy fájt is neki. Azóta is, ha néha találkozunk, nagyon ritkán, akkor örülünk egymásnak. Válasz kérlek akkor egy másik kifejezést. Hát, ha most egy kicsit személyesebbet választunk, és nem kötődik ennyire a szakmához. Bujócska. Hát, mondom, gyakorlatilag a kívánalmaim szerint választasz. Na. A bujócska alsó őrsre vonatkozik. Mert hogy te ott egy ilyen kis pirodalmat alakítottál ki, már a szónak abban az értelmében, hogy a nyugalom szigete, te ott gazdálkodsz, Balatonon szapolsz, az pontosan mi is pontosan? Tehát ez a, amikor fogod a kötelet is úgy húznak, az az? Én nem tudom, én ennyire nem értem. Az a vízisi. Az a vízisi, nem, na látod? Nem. A szap az egy olyan hajótest, egy lapos deszka tulajdonképpen, amire az ember föláll, és egy hosszú evezővel szépen megy a vízen. Igen. De nekem olyan szapom van, amiben bumis van, bele lehet szerelni egy vitorlát, tehát tudok vele szörfözni is. És ezt föl lehet pumpálni könnyű. De téged úgy kell ott elképzelni, hogy egy ilyen a természet lágy ölén
megnyugodó, harmonikus ember, aki nem tudom, hogy nézi a... Dehogy, dehogy. Nem? Borzasztó sokat csavargok. És folyamatos lemaradásban vagyok a ház körüli teendőkkel, ha éppen ott vagyok. Nagyon szeretek fúrni, faragni, kaszálni, szapolni, de nagyon még jobban szeretek csavarogni. Tehát képes vagyok több száz kilométert, ha kell, egy nap csavarogni csak úgy a környéken. Kiszállok, nagy sétákat teszek. Csodálatos helyeket fedeztem fel. A Bakony lábám állott a Észak-Balatoni hegyvidék környékén. Tehát ezeket nagyon szeretem. Te két laki életet élsz, van Pesten is egy lakásod, és igen, az idő jó részét azért ott töltöd, ugye? Hát a pandémia, meg egyéb dolgok, azok ideálisak voltak az elvonulása valóban, és akkor többet töltöttem, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, már mondtam is a gyerekeimnek, hogy nem akarok annyira azért beleszeretni Alsóörsbe, ebbe a házba, ebbe a létezésbe, hogy ne tudjak meghozni egy szabad döntést akár valamikor, hogy na most akkor más találtam ki. Tehát, hogy ne ragaszkodj annyira hozzám, igen, hogy ez békjózom, igen, hogy igen, igen, annyira annyira falhoz csapott nem csak a vállásom, hanem ami ezzel jár, hogy el kellett hagynom azt a házat, azt a családi házat, amit jogrészt én is építettem. Tehát még egyszer nem akarok ilyen lelki kiszolgáltatottságba kerülni. Ez milyen érdekes. Ne szeress meg valamit annyira, hogy el kell veszíteni, akkor az akkora fájdalommal járjon. Igen, hanem hogy legyen képességem egy másikba hinni, még egy szeretetbe. Ha már a vállást említed, azt mondtad, hogy neked olyan 6-7 évekbe került az kiheverni. Az nagyon sok idő. Kinek? Hát, igen. Nézd, ez nagyon furcsa dolog, hogy nyilván jövünk mindenfelől, én Szentesről, egy paternalista kultúrából, ahol nyilván mindent megkaptam a testvéremmel együtt, amit szeretetből, odafigyelésből, meg hát amit tapasztalhattunk ott kamaszként, sport, gimnázium, minden, de szóval azért elválni szégyen. Szégyen? Igen. A vidéki embernek legalábbis az akkori eszemmel nekem is szégyen volt, mert úgy gondoltam, hogy az én családtagjaim, anyám, apám sokkal nehezebb anyagi körülmények között, sokkal nehezebb életben ki tudtak jönni, tartani egymás mellett. És ezt én kudarcként éltem meg. De szégyen ki előtt? Másik ember előtt, vagy önmagad előtt? Hát elsősorban magam előtt. Magam előtt, hogy képtelen voltam meggyőző lenni azt a szeretetet, amit én valóban gondoltam és éreztem megmutatni, kimutatni. Lehet, hogy túlságosan szemérmes voltam. Megint csak ebből a kicsit paternalista létezésből, hogy egy férfi tartásos, és akkor nem kell százszor elmondani azt, hogy szeretlek, hiszen nyilvánvaló, nem? Hát itt vagyok. Tehát sok-sok dolog változott azóta bennem. Azt gondolom most már érzelmileg is sokkal nyitottabb vagyok. Könnyebben kifejezed, vagy kifejeznéd? Igen, igen, igen. Fejlődőképes az ember, ha rádöbben arra, hogy ebben még azért... Hát ha kap ilyen pofonokat, azt hiszem, hogy mindenképpen, persze nem kívánom, hogy mindenki ilyen pofonok által fejlődjön, de lehet hinni abban, igen, hogy kisebb hatásokat is észre lehet venni. És azt mondod, hogy ugye feleséged Bánság Ildikó volt, nem fejezted ki kellőképp. De én azt tapasztaltam a saját életem során, hogy mindenkinek van valami szeretetnyelve. Tehát, hogyha nem szavakkal,
akkor tettekkel, gesztusokkal. Neked ilyen értelemben mi volt az, amivel biztos vagyok benne, hogy így vagy úgy, de azért kifejezted a te ragaszkodásod és szereteted? Bármennyire is mi, férfiak, szemérmesek vagyunk. Jó, akkor most elmondok egy látszólag hosszú, de nagyon rövidre fogott történetet. Úgy alakult, hogy a család, a feleségem a gyerekekkel elutazott hétvégére. Nekem meg egy forgatás miatt nem volt időm velük menni, viszont felszabadult egy napom. Na mondom, meglepem őket. Pontosabban a feleségemet, mert gyerek még kicsik voltak, és felszerelek egy falikutat a kerti falra. Megvettem az öntötvas falikutat, nem, kőből volt falikut. Fölrohantam a szomszédhoz, aki ezermester volt. Megkérdeztem, hogy milyen csöveket vásároljak. Bevásároltam, visszamentem hozzá, megtanított menetet vágni. Lementem, mindent előkészítettem, kiástam, betont kevertem, összecsavartam a csöveket, gyönyörűen megcsináltam, vissza temettem a tetejére, mert megőriztem a földlatát, tehát füvet visszatettem, gyönyörű volt. Megcsináltam a falikutat. Kinyitottam, és valami elképesztő zajt hallottam, majd egy percen belül a talaj így buzgott fölfele, minthogyha valahol nem is tudom, milyen északi sar, vagy valami, fortyogott alattam az egész föld. Kiderült, hogy amit vettem cső, az repet volt, selejt volt. Tehát a túlbuzgóságomban, hogy én bebizonyítsam, hogy mennyire itt vagyok, és szeretettel csinálok mindent, nem vettem a fáradtságot, hogy kipróbáljam, hanem egyből betemettem, és már a füvet is visszatettem rá. Ennyire türelmetlen voltam, ennyire akartam egyből látni, mutatni azt, ami szép és jó, és szeretni való. Mit szólt rá Bársági Ildikó, amikor mindezt meglátta, megtudta? Hát amikor meglátta, hát mondjuk azt azért nem kell leírnom, hogy ott szörnyűségek voltak, de nem volt belőle baj, mert aztán megcsináltam a jövő héten, rákövetkezendő héten. Ha jól, aztán lezárjuk ezt a témát, ha jól sejtem, ez az egész, hogy így alakult, ez kevésbé rajtad múlt, mint inkább rajta. Már hogy elváltatok? Nem. Bármennyire is fájdalmas volt, be kellett látnom, hogy saját érdekünkben ez így a legjobb, a gyerekek érdekében is. És hála jó Istennek, azóta is kitűnő a kapcsolatunk, és a gyerekekkel is. Ugyanakkor azt mondod, hogy 6-7 év, uh-huh. Kinek sok, kinek kevés. Igen. És ez mivel telik ilyenkor? A férfi bú, vagy a férfi bánat akkor ilyenkor hogy nyer kibontakozást nálad? Ó, nagyon sokféle módon. Ezt most nem úgy kell elképzelni. A kiheverés az nem azt jelenti, hogy egy sarokba ültem, és világos, próbáltam kiheverni, hanem hihetetlen sokat dolgoztam. Úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy mindenhez közöm van. Elmentem a rádióba a kortárs magyar verseket felolvasni, zabáltam a verseket, mondtam mindent, bárhova nyúltam, a lelkem egyből reagált. Tehát minden jött ki belőlem. Hihetetlen telített voltam, nagyon gazdag volt ez a fájdalmas periódus, de nem bánom meg, hogy így történt. Ez ilyen munkaterápia egy kicsit? Az is, persze, hogyne, a színészet ez nagyon... Nagyon jól jön. Szerinted, és nekem ez mindig egy fontos kérdés, hogy aki nem tudja mondjuk nézőként az, hogy benned egyébként mi játszódik le, mondjuk egy ilyen magánéleti vihar dúl, egy válást próbálsz megemészteni, én észreveszem a te alakításodon? Hogy ott valami fura? Hogy az jobb vagy rosszabb? Hogy az gazdagabb, az élesebb, az fájdalmasabb, a szívbe markolóbb? Szerintem... Így nyilván senki nem fog felszólni. Ó, látom, biztos nagy bajban van, mert jól játszik. De az tény, hogy a fájdalom az használ az alkotásnak, ezt tapasztaltam. Használ. Igen. Nem is csak, hogy nyomod, hogy használ. Használ. Érzékenyebbé tesz. Nem is nagyon tudom elképzelni, hogy igazából tartalmas utat be lehet-e járni komoly barázdák nélkül.
kell ahhoz, hogy valaki kiérlelt, kiforrott, nagyformátumú művész legyen? Feltétlenül azt gondolom, hogy igen, de ezt forszírozni nem szabad. Azok a példák, amiket magunk előtt látunk, azok meg úgyis magától értetődőek, hiszen azért lettek olyanok, mert magukba hordozták. Mondasz is egy példát, tudom, hogy nagyon nehéz, amikor lelkedben bármilyen értelemben viharok dúltak, és egy munka során visszatekintve rá, vagy visszagondolva rá azt mondod, hogy azért ez kellett hozzá, mert ott valami nagyon jól sült el. Hát, bármennyire is szeretnék mondani egy konkrét példát, nagyon nehezen tudnék mondani, viszont azt tudom, hogy ez az úgynevezett 6-7 év, az nagyon meghatározó volt az élet, abban az élet, tehát a szakmai életemben is. Rengeteg filmet forgattam, nagyon sokféle színházban játszhattam. Tovább nem menjek. Akkor játszottam például a Katonába vendégként a Koccanást. A Nemzeti akkor épült föl, Jordán Tamásnál játszottam a Nemzetiben, közben az Új Színházban. Tehát nagyon a komédiumban nagyszerű előadásokat csináltunk. Tehát miközben én úgy próbáltam kihevergetni a dolgaimat, a színészet nagyon sokat segített ebben, mert több fele röpített. Bocsánat, ez lehet, hogy csak nekem érdekes, de egy éven keresztül nem is értem, soha nem használtam semmiféle ajzószert. Egy éven keresztül én naponta 3,5-4 órákat aludtam, és nem voltam álmos. Hihetetlenül pörögtem. Emlékszem, hogy ezt a tempót azért nehéz másra is ráerőszakolni, ezért aztán kitaláltam azt, hogy mentem a piacokra, már 5:30-kor ott már úgy élet volt, és akkor ott tudtam kávézni, hogy egyáltalán mozogjak emberek között. És mondd, te az a típus, hogy nem minden férfi társunkra jellemző mindez, hogy amikor ilyen éri, vagy nagy belső lelki életet él, akkor azt el tudtad mondani valakivel? Valakivel meg tudtad beszélni, vagy valakinek el tudtad mondani? Vagy belül gyötrődsz általában? Is. De rengeteget köszönhetek a hölgyeknek. Az, hogy az életem így alakul, abban ők főszerepet játszanak. És ez a mai napig így van. Jaj, csak a tréfa kedvéért ezt elmondom, hogy Bubik Pistával nagyon sokat játszottunk együtt öltöztünk több mint egy évtizeden keresztül, és mindig vetélkedtünk, hogy viccesen persze, hogy ki, melyikünk a jobb színész. És mondom neki, figyelj, de ezt csak azon tudod lemérni, hogy kik voltak a nő partnereid. És akkor elmentünk a végtelenségig, és találkoztuk, és már mondta, hogy dolgoztam ő vele. Hú, mondom, én nekem már megvolt. tehát egyiket, ez most olyan tréfás, de hihetetlen szerencsém van ebből a szempontból is, hogy az ország legjelentősebb, legfontosabb korosztályos, idősebb, vagy akár a legfiatalabb színésznőivel is dolgozhattam, és dolgozhatok. Tehát gondolom, nagyon inspiratívan hatnak, amikor egy igazán jó színésznővel. Lenyűgöző. Amikor elkezdtem a csodát próbálni, a József Attila Színházban Garas Dezső rendezte, és Bánság Ildikó volt a feleségem, Törőcsik Mari volt a szerelmem, és egy vakot játszottam, akkor az első próbán, amikor leültünk az asztalhoz a Törőcsik Marival, és egy vakot játszottam, és mindig így mellé néztem, és így beszélgettem vele, és közben leveltem a piát, és úgy tettem, mint akinek működik a világ, a Törőcsik Mari rám nézett, körülbelül olyan 3-4 másodperc, csak így nézett, majd elfogadta a játékszabályokat. Tehát nekem, amit kínáltam, elfogadta. Na ez a csodálkozás,
ez volt számomra az, ami mindent begyűjtött, és minden helyre tett önbizalomban, és a többi, és a többi. Erre például konkrétan emlékszem, hogy innentől kezdve nem kellett semmiről se beszélgetnünk, mert azt az abszurd játékot, hogy ő eljátsza, hogy szerelmes belém, én meg eljátszom, hogy látok vakként, ez létrejött. Ez az a 3 másodperc, ezt tudom, hogy soha nem kellett erről beszélgetni. Azt már tudjuk, hogy Alsóörsön szupolsz, vagy szapolsz. Ezt életben nem fogom tudni megérni. Ezt most szapnak mondják? Nem tudom, nem, többféleképpen mondják. Így van, igen. De nézed-e még a kertedbe érkező madarakat? Mert hogy úgy tudom, hogy rengeteg jön. Igen, nézem, és elvesztettem egy barackfát, egy 40-50 éves barackfát, ami pont a kertnek olyan centrális helyén volt, ahol a madár itató, a madár pihenő úgy ki volt találva, és használták is nagyon sokan a madarak közül. Ez most sajnos kinőtt, mire új nő oda, az beláthatatlan, mikor lesz. Tehát érzem, hogy megcsappantak a madarak ezáltal, mert a védettség megszűnt. Nagyon sok ragadozó madár van, és még azt is láttam gyakran, hogy a karvaj hogyan tud az ágak között rigókat elkapni, vagy cinkéket. És most, hogy megszűnt a barackfának ez az oltalma, ezáltal kevesebb a madaram. Úgyhogy most ezen gondolkodom, hogy hogyan tudjam én visszacsalni a madaraimat. Hát rengeteg, hát csuszkától kezdve 3 féle cinke, de egy fostos bugybóka is leszállt egyszer a kertembe. De azt te honnan tudod, hogy az fostos bugybóka? Hát úgy, hogy megnéztem, ott van a madár határozó, és akkor gyönyörű szépen előveszem, és akkor nézem. Tehát ülsz kinn a verandán, igen, és úgy belefeledkezel, hogy úgy jönnek a kertedbe? Na, ez most lehet, hogy hihetetlen, de amikor megvettem az első évben, akkor még többet bámultam bele a csodába, és emlékszem, hogy egy ilyen kis zöldike, így hívom, egy zöldike odaszállt az asztalra mellém, majd föl a falra, elkezdtem hozzá beszélgetni, majd fölszállt a vállamra. És egész évben az volt, hogy megérkeztem a Balatonra, fütyültem, és jött ez a zöldike. És még látta, és azt hiszem, talán a lányom volt, egyszer megmutattam neki. Volt egy ilyen viszonyom. Kialakult egy ilyen kis zöldikével egy ilyen kapcsolatom. Sokáig azt hittem, hogy ez lehet, hogy egy kis házi állatka volt valahol, sokáig ugye, csak aztán megszökött, vagy, tehát nem akartam elhinni, hogy ez a csoda csak nekem szól, aztán később rájöttem, van bennem is egy ilyen Szent Ferenci, valamiféle affinitás a madárvilághoz. Hát akkor bámulj bele sokáig ebbe a csodába. Igen, igen, igen. Jó. Így nevezted, ezt kívánom, és jó, hogy itt voltál. Ezt azért még elmondom. Hüllők is szoktak volt nálam járni. Már milyen hüllők? Hát például sikló, ami úgy néz ki, mint egy kígyó. Abszolút, tudom. És képzeld el, madarakat nézem, és így picit oldalra figyelek, és látom, hogy ott a napon, a kerítésen egy hatalmas kígyó. Hát ilyen ekkora. Nyilván nem kígyó. Fogtam magam, gerebjét odaraktam, ő szépen rá csavarodott a gerebjére, és átvittem a tőlem 30 méterre lévő Bán János barátomhoz, mondtam, szia Jani, hoztam valamit, és behajítottam hozzá, nem ragozom. Hát ő is egy nagyon jó barátod. Így van. Nagyon szépen köszönöm.